Csak egy clickbait lózunk, vagy tényleg ez a jövő futballja? Nézzük, mit ért Thiago Motta a 2-7-2-es felálláson. Nemrég Thiago Mottát nevezték ki a bajban lévő Genoa edzőjének. Előtte a Paris Saint-Germain U19-nél dolgozott, és szokatlan játékfilozófiája és elképzelései miatt egyre többször emlegetik futballberkekben. Többször hangoztatta, hogy a jövő formációja 2-7-2. De mit ért ez alatt? Egy Gazzetta dello Sportnak adott interjúból idézzük: támadó focit szeretek játszani, méghozzá kompakt, a meccset kontroll alatt tartó csapattal, magas letámadással és sok mozgással, mind labdával, mind labda nélkül. Ebben eddig nem sok újdonság van, ugye? De menjünk csak tovább. Csapata igyekszik úgy alakítani a játék menetét, hogy a labdásnak mindig legyen 3-4 lehetősége és két csapattársa, aki segíthet. A futballban sokszor az egyszerű dolgokat nehéz véghez vinni, kontrollálni a területet és elszabadulni a védőtől. Ez már picit pontosabb, de még mindig nem újdonság. Amit mindenki idéz a fent említett interjúból, hogy a kapust a középpálya hetedik emberének tekinti. Számomra a csatár az első védő, a kapus pedig az első csatár. Utóbbi a lábával indítja az akciót, előbbi letámad és megpróbál labdát szerezni. Az utóbbi két mondat visszavezethető Johan Cruyffra, sőt még korábbi egyeniségekre is, mint majdnem minden modern elem a futballban, de ebbe most nem menjünk bele, nem ez a videó témája. Az a gondolat, hogy a kapus a középpálya hetedik embere, merőben szokatlan. Elsőre a legtöbben arra gondolnánk, hogy ezek szerint a 2-7-2-es felállásban a kapus előre húzódik a középpályára, ami dőreségnek hangzik, hiszen akkor mi lesz a kapuval? Nem erről van szó. Motta ugyanis nem horizontálisan érti a 2-7-2-t, hanem vertikálisan. Eszerint a kapus szemszögéből nézve balról jobbra, vagy fordítva jobbról balra értendő ez a felállás. Két játékos a bal szélen, 7 a pálya tengelyében és 2 a jobb szélen. Így már érthető, hogyan kerül a kapus az idézőjeles középpályára. Mottának a Paris Saint-Germain U19-nél természetesen nem volt rutinos kapusa, hiszen fiatal korosztályról van szó, de mindkét kapusa jó volt lábbal, mindkettejüknek megbízható volt a passzjátéka. Az UEFA Youth League-ben, a fiatalok bajnok ligájában is egyértelműsítette, hogy pozíciós, labdatartásos, domináns játékot preferálja 4-3-3-as felállásban, ami az elképzelése szerint vertikális 2-7-2-nek felel meg. A két medzzala gyakran jön vissza labdáért, a védekező középpályás pedig visszahúzódik egészen a két középhátvéd vonaláig. A szélső átvédek följebb tolódnak, így adva szélességet a csapatnak, a középpályások pedig helyet cserélnek a szélső támadókkal, így nyújtva extra lehetőséget a háromszögelésekhez és a létszám fölén teremtéshez, illetve a half-space-ek kihasználásához. Motta sokat tanult Guardiola csapataitól. Mindez rendben is van, de miért emelte be a kapust az idézőjeles középpálya hetedik tagjának? Az olyan profi sweeper-keeperek, mint Ter Stegen, Neuer, Loris vagy Ederson gyakran a 16-os előtti területen felügyelnek. Egyrészt ezzel segítik a magas letámadást, besegítve az ellenfél hosszú labdáinak lefülelését, másrészt könnyebben szállnak be a labdajáratásba, illetve hatékonyabban tudnak forgatni is. A magas letámadásnál elengedhetetlen, hogy a kapus hasznos és elérhető passzopció legyen. Sőt, tovább menve a tavalyi Hamburgban például nem a hatos húzódott vissza a labdáért a hátvédsorig, hanem a kapus Julian Polersbeck húzódott előre majdnem a középhátvédek vonaláig. Ezzel a húzással a hatos maradhat előrébb, ezzel tartva nyomás alatt az ellenfél középpályáját. És itt térjünk vissza a 2-7-2-es kifejezéshez. Mert a fenti kapuszkillek extra hasznosak abban az esetben, ha egyik vagy másik oldalra próbálják mozgatni az ellenfelet. Guardiola Bayernjénél nagyon hangsúlyos volt ez az elem, amely szerint a 2-es és 7-es sor az egyik oldalra tolódott, így hagyva a másik oldal párosának óriási területeket. Majd egy gyors váltás után hirtelen visszarántották a középső 7-est, így elárasztva a pálya közepét és a másik oldalt, ezzel generálva túlerőt. Ehhez illeszkedik kiválóan a fentebb említett kapus szerep. Így már több értelme van Motta 2-7-2-jének. Nem arról van szó tehát, hogy a kapust a védelmi sor elé mozgatja és kvázi középpályásként játszik. Ez a mondandójának félreértése és a clickbait generálás. Ha a klasszikus formáció elnevezést nézzük, akkor ez egy 4-3-3,
A Motta által hangoztatott 2-7-2 egyrészt a kapus szemszögéből nézve vertikálisan értendő, másrészt ehhez társul a hálóőr magas játéka és labdajáratásban, forgatásban való fontos szerepe, illetve az oldalakra tolódás és a gyors forgatásokkal való gyakori operálás. Összefoglalva, a kapus sokkal aktívabb bevonása a pozíciós játék labdajáratásába. Látható tehát, hogy Motta a 2-7-2 alatt egy komplexebb rendszert ért, nem egyszerű formáció leírást. Nem szimpla nagy ottmondás akart ez lenni, még ha az extra figyelemfelkeltést nem is bánta, amit szavai később kiváltottak. Szolgálati közleményként engedjétek meg, hogy felhívjuk a figyelmeteket arra, immár Patreon oldalunk is van, ahol ha csak egy jelképes összeggel is, de támogatni tudjátok a munkánkat. A leírásban megtaláljátok a linket. Ha támogattok majd, ha nem, köszönjük, hogy olvassátok, nézitek és osztjátok az anyagainkat. Ennyi fért a mai részbe. Ha tetszett, amit láttatok, iratkozzatok fel, nyomjátok meg a csengőt. S ha esetleg tehetitek és extra tartalmat szeretnétek, akkor támogassátok a munkánkat a leírásban található Patreon linken keresztül. Hamarosan újra jövünk. Sziasztok!